Na, hát a végén ráadásként jön a Start Plus-ban. A plusz igazándiból Puzsé Robertet ismerhetjük meg egy egészen új oldaláról. Jó reggelt, szervusz, Robi. Jó reggelt. Nem véletlenül jelmez, nem is kell kérdezni, szerintem miről fogunk beszélni, nyilván a kajáról, főzésről. Ezt még nem tudtuk eddig rólad, hogy te egy komoly, nem láttunk egyik sztárséf főző műsorban sem. Lehet, hogy nem is fogunk. Viszont, mert egy saját műfajt viszont alkotok. Te alkottál saját műfajt. Semmi kedvem nincsen ez a burzsoá virtsafthoz csatlakozni. Viszont a továbbiakban nem szeretnék titkot csinálni abból sem, hogy az ízek szerelmese vagyok, és értek is az ízekhez. Nekem a sós íz a kedvencem, de hát számos más ízt is élvezettel kóstolok. Ahogy az italoknál is mondják, hogy a szódával elmegy, a kajánál is egy megfelelő ízesítéssel, sózással, fűszerezéssel. Itt a só kihozza az ételek ízét. Én azt figyeltem meg. Olyannyira szeretsz főzni, és vagy szerelmes a konyha művészetnek ezek szerint, hogy már egy könyvet is írtál ebben a műfajban, Gonzó szakácskönyv címmel, ezért is most ez a ruha rajta. Nem mondom jelmeznek, mert hát valakinek ez a munkaruhája igazából. Én séf vagyok, a konyhában én vagyok a főnök, és ez a ruha ezt fejezi ki. És ez a séfsapka, ennek a mérete, ez tekintélyt kölcsönöz nekem a konyhában. Kicsit azt érzem, hogy a te személyedből, karakteredből most egy másik, nem is oldalt, hanem sokkal többet kaphatnak az emberek. Én nagyon sok mindent gondoltam volna, hogy te milyen témában adsz ki mondjuk könyvet, de hogy éppen egy szakácskönyvvel fogsz kijönni, de valami őszintén nem jutott. Halljuk, milyen személyes élményekre támaszkodik ez a fajta könyvírás? Hát engem nem csinálok titkot abból, hogy hallatlanul inspirál a Német Szilárd Rezsi biztosnak a fősztje. Itt van egy magyar ember, aki amit talál a hűtőben, azt bátran összeönti és fölrakja a tűzre. Pont úgy, ahogy magyar férfiak százezrei, milliói. És a liberális közeg meglincseli ezért, és a liberális értelmiség megszégyeníti ezért. Ez egyfajta magyar üldözés, egyfajta férfi üldözés. Jelentem, Sziszi bácsi, megérkezett az erősítés. Ez a receptkönyv kifejezetten azoknak szól, akik a sok összetevőtől már rosszul vannak. De egy bizonyos mennyiség összetevőn túl az ételek íze egy káoszba zuhan bele. És már nem lehet a legkülönbözőbb fűszernövényekkel fűszerezik ezeket az ételeket, ezeket a fűszernövényeket. Nem is nagyon lehet akár felismerni, észrevenni, megkülönböztetni az ételekben. Én a sóval vagyok úgy, hogy a só az a fűszer, amit én észreveszek, megértek, megismerek, és ami kihozza az ételek ízét. Nekem ennél több nem kell, és én szeretnék lehatolni az alapokig. Én minden téren, amit csak vizsgálok, általában mélyre megyek. Mélyre, a gyökerekig próbálom megérteni a struktúráját annak a tárgynak, amit éppen vizsgálok, és én a konyhában is mélyre megyek. Kádár János úgy fogalmazott, hogy a krumpli leves legyen krumpli leves. Nekem ez túl burzsoá. Én azt mondom, a krumpli legyen krumpli. Itt a krumpli az nem egy hozzávaló, aminek más hozzávalókhoz való viszonyát akarom megérteni, hanem a krumplinak önmagában való. Ez egy önmagában a burgonya egy hallatlanul összetett gasztronómiai jelenség. Önmagához való viszonya, és a fogyasztóhoz való viszonya az, ami igazán számít. És akkor ennek mentén például milyen recepteket mutatsz be az olvasóközönségnek? Akkor egy sima hagymás tört burgonyára számíthatunk, vagy azért lesz ebben egy olyan, ami igazán Robi is, és azért beleteszed mondjuk a saját elképzeléseidet? Most épp egy bogármászot keresztül azon a kijelzőn egyébként, nem tudom, hogy... Ilyen a legjobb konyhában is előfordul. Ezt a magyar ember pontosan tudja, hogy a legjobb konyhában is ezek a rovarok tulajdonképpen együtt élnek a gonzóval. És a fűszkének a minőségét az is jelzi, hogy bizonyos rovarok rámennek. Ez egyfajta vendégség. És a gonzó az nem akarja megtartani magának a fűszkét, hanem örül, hogyha vendégeket láthat, és meg is erősíti a szakácsművészetében az, hogyha mások is ráfanyalodnak az ételre. Jó, de térjünk vissza a gyökerekhez, ha már mondtad, hogy honnan ered az egész ez a fajta hozzáállásod, a viszonylag egyszerű, letisztult, mondhatjuk így. Igen, főzés igen, tudományhoz, amit legénykorodban, vagy kiki más, ugye kollégista korában is próbáltott, amit éppen talált a hűtőben, tojás, sajt, só, krumpli mondjuk, és ebből, hogy miket lehet... Pontosan, ez négy összetevő. Ebből a négy összetevőből már egy kiváló ételt lehet csinálni. Komolyan valaki azt gondolja, hogyha David Bowie csatlakozott volna a Beatleshöz, akkor ez egy jobb zenekar lett volna.
Komolyan valaki is azt gondolja, hogy az a négy összetevő, amiből a Beatles áll, az nem volt elég. Hogy jön a burzsóá kifinomultság, és azt mondja, hogy ide további összetevők kellenek, aminek a következménye nyilvánvaló káosz. És a végén annak a harmóniának, ami a Beatles volt, annak az összeomlása. Miért kell elrontani azt, ami már éppen hogy elég jó? Én a konyhában úgy vagyok ezzel, hogy amit találok, az egy összetevő. Bármi. Legyen az bármi. És én azt hiszem, hogy a magyaroknak a zöme is így van ezzel a konyhában. De én ezt a könyvet a magyar szellem találékonyságának áldozom. Én a magyar szellem találékonysága előtt tisztelgek ezzel a könyvvel, mert aki keres, az talál, de nekem így is, úgy is az ízletes ételek a kedvenceim. De pont ezért kérdezném azt, hogy ha két dolgot találsz, akkor azt a kettőt így is, vagy úgy is valamilyen utóbbódon összeteszed, vagy megtartod mind a kettőt a külön valójában? Tehát, hogy, mert ugye kérdeztem az előbb, hogy milyen recepteket láthatunk ebben a könyvben, hogy legalább valamit áruljál nekünk. A két dolgot találok, azt összeteszem. Azt azért összeteszem. Mert azt figyeltem meg, hogy ezek egymással harmonizálva további ízeket bontakoztatnak ki önmagukból és egymásból. De nagyon sok mindent nem szoktam már összetenni, mert nem nagyon találok nagyon sok mindent. Én találékony vagyok, de amit találok, hát az ember félrehúzza a hűtőt, és ami még ott mögötte van, azt még belerakja. De ez a legtöbb. Ez a legtöbb, amit az ember tehet. És nem akarok többet, nem akarom virítani a burzsóá kifinomultságomat a közönség felé, hanem én tényleg a magyar életnek és mindannak, ami ebben az országban gasztronómia szintjén zajlik a hétköznapokban, annak szeretnék egy receptkönyvet állítani, mert itt mindenki teljesíthetetlen kihívások elé állítja a magyarokat. Én meg szeretném az ő szokásaikhoz, meg az ő életmódjukhoz igazítani a kultúrát. Robi, nagyon szépen köszönjük, olvasmányos mindenképpen lesz ez a kiadvány, úgyhogy aki tudja. Én ezért a két könyvre is tanácsokat kíváncsi leszek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük a praktikus jó tanácsokat, és a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsák meg ezt a jó szokásukat holnapra, és akkor is ránk számíthatnak. Szép napot mindenkinek. Itt leszünk minden jót, szép napot, viszontlátásra.